Köszöntöm a kedves nézőket! A mai Kultúrcseppek című magazin műsorunkban a szerb kultúra kerül a középpontba. Tartsanak velünk! A következő összeállításban megnézhetik, hogy hogyan sikerült a szerb egyházi ünnepség Budakalászon. Közel 300 éve épült a budakalászi szerb ortodox templom, aminek védőszentje Szent Gabriel arkangyal tiszteletére minden évben ünnepséget rendez a közösség. Múlt héten tartották a legnagyobb budakalászi szerb egyházi ünnepet a templom védőszentje előtt tisztelegve. A reggeli szent misét az egyházmegye érseke celebrálta, a délutáni vecsernyére több településről érkeztek az egyház képviselői a kalács és kolivó szentelésre. A védőszent ünnepe, ez évente ismétlődik, ez egyik legnagyobb ünnep, ugye a nagy, a karácsony és a húsvéti ünnepek után. Ez a közösség, ez viszonylag nagy lélekszámmal, amennyire most már ugye létezünk, meg élünk Budakalászon ünnepli, hát nem csak ők, a környékbeli településekről is, ahol szerbek élnek, át szoktak jönni. Ezt közösen tartjuk meg, és elég, még mindig azért elég nagy létszámmal, hála Istennek. A templomban délelőtt folyamán kezdődik az ünnepé a szentmisével, ami délelőtt 10 órakor van. Ma igen nagy ünnep volt, ugyanis a püspök jelenléte is megemelte az ünnep színvonalát. Több ugye plébános részvételével zajlott le a liturgia, ami déli 12 körül fejeződött be. Utána szokásainkhoz híven ugye a plébános urakat és az énekkart, amelyik megemelte a mise színvonalát, és ugye közös ünnepi ebéden vettünk részt. Ezután mindenki ugye a saját, a egyéb vendégeit fogadta otthonában. Ilyenkor azért elég nagy a vendégjárás is, úgyhogy ami délután 4-kor folytatódik az ünnepi a templomban, a templomkertben, ugye most 4 órakor lesz a vecsernye, majd utána a ünnepi kalács és a búza szentelés, amit ugye nálunk kolyónak hívnak szerb nyelven, és ezek után van egy agapé jellegű ünnepség itt a templom kertben. A vecsernyék azok általában a következő ünnepnapot, már templom ünnepekre gondolok, ünnepnapokat megelőző istentisztelet, úgyhogy ez ahhoz kötődik, csak itt azzal a különbséggel, hogy itt ugye még ünnepi kalács és buza szentelés is lesz. Most már sajnos egyre kevesebben élünk Budakalászon. Régebben természetesen jóval többen. Hát ma már lélekszámra belegondol az emberön, körülbelül 80 fő, de ebbe a legkisebbtől a legöregebbig benne van a létszámban. De ehhez képest, mint mondtam, ugye a szomszéd településekről is, Pomázra gondolok, Csobánka, Szentendre, és átjönnek az ott élő szerbek, és közösen ünnepeljük meg. Hát látni fogják önök is délután, hogy körülbelül milyen létszámmal, meg mennyien leszünk. Kötődnek ugye egyéb ünnepek is, most tudni kell egyet, hogy a szerbeknél minden háznak, minden családnak van egy úgynevezett saját védőszentje is, ami tulajdonképpen a háznak az ünnepe. Ez is egy nagyon nagy ünnepnek számít, ugye ezek az ünnepek férfi ágon öröklődnek tovább, ugye a gyerekeken keresztül, ezek állandó jellegű ünnepek, ez szintén éves ünnep, ami nagyon nagy ünnepnek számít, és hát ez is ugye istentisztelet, vendéglátás, és hát ezzel kapcsolatos ünnepség, úgyhogy, de ezek régi hagyományok, ez nem is létezik csak a ortodox egyházban, csak a szerveknél érdekes módon, tehát sem egyéb ortodox vallású nemzeteknél ilyen nincs, hogy a családoknak is saját védőszentje lenne. Régebben nem volt más megoldás erre, csak a család, ugyanis hát ez köztudott dolog, a templomba járás nem volt finoman fogalmazva nagy divat, meg nem is volt sokszor célszerű adott esetekben, hitoktatás nem folyt, tehát a gyerekek ezeket az ünnepeket, vagy ezeknek a tiszteletét, a megbecsülését, illetve hát a templomba járást, az csak
a szülői háztól, a családtól tudták örökölni, illetve amit ott kaptak nevelésként, azt tudták értékelni, illetve folytatni. Ma már, amikor újra nem probléma a templomba járás, sőt, hát ugye a hitoktatás is nagyon sokat segít, ami ugye az iskolákban zajlik, nálunk is a mi szerb iskolánkban, ugye Budapesten működik egy igen nagy létszámmal egy iskola, szerb iskola, egészen a piciktől a érettségéig, picik alatt értem még az óvodát is, tehát óvodától kezdve az érettségéig ott a gyerekek tudnak tanulni, ott hitoktatás is folyik, és ez is nagyban segíti ugye a vallásosságot, illetve hát a hitismeretet, vagy ezekhez kapcsolódó ünnepeket, egyházi ünnepeket, illetve hát azoknak a megbecsülését. Mi, mint népcsoport, nagyon kevesen vagyunk, ritka, tehát előfordul, hogy azért megtalálják egymást, csak ahhoz egy kicsit viccesen mondva, sokat kell utazni, hogy megfelelő ilyen partnert találjanak, tehát mivel ugye a létszámunk kevés. De nincs ebből probléma, én úgy gondolom, legalábbis az én tapasztalatom az, mert az én családomban is van vegyes házasság, és a vejem például kettő is van, aki nem ortodox vallású, de ugyanúgy tisztelik, megünneplik, velünk együtt tartják, és megbecsülik ezeket a napokat. Tehát beilleszkedtek a családba, tudomásul vették, elfogadják, és ez nagyon sokat jelent. Még egy kérdést engedjen meg nekem, hogy ugye a templomnak a védőszentjét ünnepeljük, magáról a templomról mit tudhatunk? Hát elég sokszor meséltem erről. Egyet tudni kell, ugye a szerbek a Rigómezői csata után 1690-ben 30 ezer család menekült a török invázió elől. Ők zömmel ezen a területen a Duna mentén telepedtek le. Végig lehet követni egyébként a Duna mentén a görög-keleti templomok létezésével a nyomokat, hogy hol, merre telepedtek le, ez egy nagyon nagy létszám volt. Ma már, ugye, ahogy hangsúlyoztam, kevesen vagyunk, így, amikor 1772-ben épült a templom. Ez a templom. Előtte a ide telepedett szerbek használták a most már ugye ásatások után nyomokban látható katolikus Árpád-kori templom maradványait. Ők még annak idején úgy találták meg, hogy tudták használni magát a templomot, leírások alapján mondom ezt természetesen, ugye átalakítva az ortodox liturgikus szokásoknak megfelelően, ez leginkább az oltár részre vonatkozik, majd utána építettek egy fatemplomot itt Budakalászon, a iskolával szemben van egy kereszt, ami ennek az emlékét őrzi, az leégett, tehát tűzmartalékává vált, utána fogtak neki ennek a templomnak, mint mondottam, 1772-ben, épült meg maga a templom. Nem tudták befejezni, mert az akkori előírások szerint úgy kaptak építési engedélyt, amire biztosított volt a pénzügyi része. Tehát mivel csak ennyire futotta, olyan rossz szót használva, a torony lemaradt, azt 1778-ban építették hozzá, úgyhogy ez a templom azóta létezik, tehát most már közel, ugye a 250 évet túlléptük, tehát közelítünk a 300 fele. Hát most már ráférne egy restaurálás, ami hát nagyon komoly pénzügyi részt kívánna, de hát ezt, mivel a maga hitközség ugye nagyon kis lélekszámú, önállóan megvalósítani képtelenség, ez nem is működik másképp, csak pályázatok útján, amire a mai világban megvannak a lehetőségek, és ugye a kormány is meglehetősen nagy támogatásokat biztosít a ortodox görög-keleti szerb püspökségnek is. Ezeket lehet látni, ugye nemrég ennek a példája volt a Szentendrei Múzeum, az új görög-keleti múzeumnak a
létrehozása, illetve hát a megnyitója. Úgyhogy hát a templom, mint mondom, tehát több mint 250 éves, az ikonosztászával együtt. Tehát ezek természetesen műemlékvédelem alatt áll, ugye, úgyhogy bármilyen munkálatokat csak a műemlékvédelem felügye alatt lehet végezni. Úgyhogy hát majd a pályázatok eldöntik, ha sikeres, akkor föl tudjuk újítani, ha nem, de hát bízom benne, hogy azért sikerülni fog. Működik ugye nemzetiségi önkormányzat is a településen, ez összekötődik az egyházzal is mindenféleképpen. Tehát a közös programjainkat is úgy alakítjuk ki, hogy egymás segítve, vagy egymással megbeszélve, hogy az egész közösséget szolgálja tulajdonképpen, mert szerintem csak így biztosította az, hogy minél tovább megmaradjunk, illetve létezzünk. Itt elsősorban a nyelv használat, ami az egyik legfontosabb dolog, mert ugye nyelvében él a nemzet, mondja a magyar közmondás is. Tehát ha az elfelejtődik, akkor én úgy gondolom, hogy nagyon sok minden múlandóvá válik. Tehát amíg a nyelv él, addig élni fog a nemzetiség is. Onoga želimo i da vidimo i da budemo zajedno sa njim,
Tako roditelji svoju želju da vide svoju decu, da budu blizu njih. Jer pa isto tako i Gospod želi nas da vidi svoju decu, da budemo uvek blizu njega, da budemo tu pod njegovim očima, da čuje naš glas, da čuje glas našeg srca, ono što nam treba, ono što nam nedostaje. On dobro zna šta nam fali, šta nam nedostaje, ali želi da čuje to od nas, iz naših usta. Današnji dan je jedan veliki praznik i radost i mogu zaista, ovo je meni prva hramovna slava ovde sa vama kao paroku, bio sam i ranije, ali kao gost, ali danas sam ovde kao domaćin i koristim priliku da se zahvalim svima vama koji ste me dočekali sa velikim srcem, sa puno ljubavi, sa toplinom i želim da se zahvalim ovogodišnjim kumovima, a to je Banjinska samouprava koja je naš hram učinila bogatim za ove sasude koji ovde stoje, za venčane krune i za jedan komplet ikona za celu godinu. Tako da ćemo sad, kad god bude bio neki praznik, imati ikonu tog praznika. I sada ćemo prvo da osvetimo ove sasude koje ćemo sledeće nedelje koristiti u bogoslužbene svrhe, znači za svaku liturgiju, a posle toga će biti rezanje kolača. Blago tvoje Bog naš, slada sad uvek i u vekove vekova. Istinitom Bogu, one su bile senka i slika sadašnje istinske naše beskrve žrtve, tako i sada, Gospode, koji voliš čoveka, blagoslovi ovaj diskos i osveti ga silom dejstva i blagodaću svet svetoga i životvornoga duha, da bi se na njemu tvoje prinesla istinska živa beskrvna duhovna žrtva i presveto telo velikoga Boga i spasitelja našeg Isusa Hrista, Sina Tvoga koji radi nas i radi našega spasenja Tebi, svome Bogu i Otcu jednom prinao samoga sebe na ugodnu žrtvu i na korisnu službu i žrtveniku Tebi sa njimi se presti vlaže svojim tukom i tvojim dukom, koliko je svaka slava čast i poklonjenje Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i uvekove vekova. Kariku iz generaciju u generaciju i spaja, kao što sam rekao, ovo zemaljsko sa onim nebeskim i tako čini jedno, kao što i samo Sveto pismo kaže, jedno stado, a to je ono koje je na nebu, koje mi ne vidimo i ono koje je ovde na zemlji koje vidimo i sve jeste zajedno i zajedno je prožeto u jednome. I sada želim da pitam da li neko od parohijana želi da prihvati čast da sledeće godine bude kum slave Svetoga hrama Arhangela Gavrila.
E onda će stari kumovi da predaju Slavku ružu novim kumovima, da Bog podari zdravlja i starima i novima. Podaš, Gospode, dolgo dese, mirno je žitje, zdravlje, žište spasenje, pohođenje, oprotluštenje grehova, kumova ovogodišnjih i budućih i sačuva ih na mnoga ljeta. Számos népszokást őriznek a Budakalászon élő szerbek. Vallásuknak köszönhetően a legtöbb hagyomány az egyházi ünnepekhez kötődik. Sok olyan szokás él a mai napig is náluk, amelyeknek eredete a kereszténység előtti időkre, az ősi szláv kalendáriumra nyúlik vissza. Mi minden olyan ünnepet, ami a családi ünneppel kapcsolatos, vagy az egyházon belül a templom ünnepét ünnepeljük, ez mindig Budakalászon, július 26-a, magyarul Anna nap, de nálunk Gergely nap. Erre van Gergely napra, van fennszentelve ez a templom. Hát ezt még az elődök szenteltették fel gyakorlatilag, és minden évben, amikor a délutáni rövidített mise van, szertartás van, akkor egy család, aki elvállalta, hogy készít egy koivot, ami nem más, mint egy búzából, cukorból, dióból készített. Hát ezt általában egy évben egyszer szokták elkészíteni ezen a napon, és egy kalácsot, egy fonott kalácsot, csak nagyobb méretűt. Ő ezt felszenteli a pap, és ki szokták osztani a nép között, aki éppen jelen van itt a templomban. Most ezt minden évben más-más család csinálja. Általában régebben úgy volt, hogy mindig fiatal házasok vállalták ezt el. Tehát házasról házasra szállt ez az egész. De miután most ez kevésbé fordul elő már a mi körünkben, nemzetiség, szerb nemzetiség körében, tehát már idősebbek is elvállalják, vagy valami közösség elvállalja, mint az idén is a szerb kisebbségi önkormányzat vállalta el ezt a megemlékezést, vagy hogy koivot meg kalácsot csinálja. És a koivot és a kalácsot kihozták a jelenlévők között, és kínálnak általában üdítőit, a vizet, mindenkit vendégül látnak, aki itt van ezen az eseményen. Ebből a kalácsból mindig először azt kap, aki a következő évben lesz ugyanúgy ez az ünnepelt, vagy hogy mondjam. A kúm. Ezt úgy hívják. Ez mit jelent? A kúm az aki igazából keresztapát jelent a kúm, de ezeknél az alkalmaknál a kúm az, aki elkészíti ezeket a koivot és a kalácsot, és hát keresztapa végül is. Ez azt jelenti, hogy a jövő évben akkor ti fogjátok elkészíteni? Mi fogjuk elkészíteni, igen, a kalácsot is, meg majd a koivot is.
Erre van egy pontos recept, vagy tudod már, hogy majd hogyan fogod ezt pontosan elkészíteni? Hát tudom, igen, igazából azért ezt általában a szerbek ismerik ezt. Tehát a koivónak az elkészítési módját általában tudni szokták. Ez így igazából ezt adják tovább, tehát ez egy hagyományos dolog, hagyomány, és ezért mindenki általában tudja, hogy hogy készül el. Mi találkozunk a pomáziakkal, budakalásziak, szentendreiek. Mindjárt ismerjük egymást, szinte Magyarországon, akik szerbek élnek, mindjárt ismerjük egymást, és ahol a saját templomoknak a védőszentjét ünnepeljük, akkor mi mindjárt oda elmegyünk, mint ahogy most itt is vannak pomáziak és pestiek, csabánkajak. Ugyanúgy megtisztelnek bennünket, hogy eljönnek ide ezt az ünnepet megtartani. Itt általában úgy mindenki együtt szokott, tehát amikor egy szerb rendezvény van, mondjuk egy bál, vagy bármilyen egyházi esemény, akkor fiatalok, idősebbek, mindenki elmegy. Tehát itt is most kisgyerekek is vannak, tehát akkor családok mennek el igazából. Ennek a mai napnak, a mai ünnepnek van még folytatása? Van még valami programpont a mai napon? Szokott lenni este a művelődési házban egy bál, ahol szerb zenekar zenél, de itt a templom udvarban is szoktak zenélni, most nem tudom, hogy itt van-e, aki zenélni szokott, és akkor itt van egy körtánc van gyakorlatilag. Most arra közel 100 főt számlál a budakalászi szerbek közössége, akik között minden korosztály képviselteti magát. Fontosak a közösség ünnepei, ahol a fiatalok az idősebb korosztállyal közösen élhetik meg szokásaikat, hogy idővel ők is átadhassák őket egy következő generációnak. Ennek a kórusnak már régi gyökerei vannak. Ennek a kórusnak az elődje igazából, ha jól tudom, a 20. század elején már megalapult, az 1900-as évek elején, majd ott a világháború környékén volt egy nagyobb szünet, akkor a világháború után volt megint egy kórus, szétesett, és ez a mostani alakulat, ez ugye a 89 körül alakult, és azóta is van még néhány alapítatónk, hál' Istennek, de már kezdünk fiatalodni, és hál' Istennek meg működik úgy, ahogy. Hogyan készültetek erre az ünnepre? A liturgiának maga a programja nem nagyon változatos, úgyhogy általában, ha elmenjünk a liturgiára, akkor nagyjából tudjuk, hogy mit kell énekelni, úgyhogy a kórus már nyilván öreg tagok vannak, már tudják, mit kell énekelni, sokat nem kell gyakorolni, egy-két részletet be kell azért gyakorolni, de hál' Istennek ez működik. Apai ágon szerb származású vagyok, meg pár évig laktunk itt Budakalászon is, úgyhogy tehát van egy kis egy szimpátiám ide Budakalászhoz, tehát vonzódok ehhez a helyhez, meg ehhez a templomhoz. Fontos nekem ez a hely. Mondtad, hogy apai ágon szerb származású vagy. A családban mennyire őrzitek még a szerb hagyományokat és az ortodox hagyományokat? Igyekszünk nagyon ápolni a hagyományokat. Nagyobb ünnepekkor mindig összegyűlik a család. Nem csak az egyházi, az otthoni hagyományokat is próbáljuk őrizni. Megszületik a gyerek, akkor általában hozzák a templomba, van egy keresztelői szertartás. Lehet, hogy a magyar római katolikusnak ez kicsit idegennek tűnik, meg hosszúnak tűnik, de mi az igazából ehhez vagyunk szokva, mert mindig, amikor templomi búcsú van, akkor is összegyűlik a nép, és tényleg jó kis közösség kiépült itt az évszázadok alatt, és mindig jól érezzük magunkat ilyen alkalmakkor. Éppen most végzem az egyetemi végzettségeimet. Az általános iskolai meg a gimnáziumi tanulmányomat, meg a Rózsák Terei szerb általános iskolába és gimnáziumba végeztem, úgyhogy annyira nem volt nagy eltérés. Tehát igazából egy közegben voltunk, akik így tudtuk, hogy működik ez, mindenki értette, hogy miről van szó, tehát nagyon magyarázni nem kellett. Mikor bekerültem az egyetemre, ott meg ugye annyira nem voltak kötöttek az órák, nem volt annyira kötött a program, tehát ott annyira nem kellett magyarázkodni, hogy miért nem vagyok ott az órán. Ugye meg volt a hiányzásnak a darabszám, ami még megengedett. Általában volt azért is, mert elmentem éppen templomba, mert valami nagyon bűnnep volt, de azért nyilván vannak magyar barátaim is, nekik nagyjából próbáltuk elmagyarázni így a haverokkal, hogy miről is szól ez, hogy jöttünk ide Magyarországra, hogy ünnepeljük mi a saját ünnepeinket. Természetesen ilyen nagyobb ünnepekkor mindig itt vagyunk, illetve szoktunk, általában a helyi szerb önkormányzatok szoktak ilyen bálokat rendezni, mint például a szerb új év január 13-án Pomázon.
úgy mondanám, hogy ez a legnagyobb ilyen szerb összejövetel, ha mondhatnám ilyen, ami nem éppen egyházi, de világi. Ami egyházi, arra azt mondanám, hogy talán a Tolna megyei Grábóczi kolostornak a búcsúja, igazából az össz-magyarországi szerbeknek az ilyen összejövetele búcsúja. Ott nagyon sok szerb össze szokott jönni, és oda jönnek Horvátországból is, meg Szerbiából is sokan. Mennyien szoktatok egyébként egy ilyen országos ortodox találkozón lenni, szerb találkozón? Sajnos egyre kevesebben vagyunk, ugye az öregek kezdenek kihalni, a fiatalok már annyira nem ápolják a hagyományokat, pontos számot nem tudnék tudni erről. Te egyébként fontosnak tartod azt, hogy majd akár a te családodban is tovább vidd ezeket a hagyományokat a gyerekeiden keresztül? Természetesen. Februártól tölti be Budakalászon a pópa szerepét Zorán Zivic, aki korábban Szentendrén szolgált diakónusként. A városi egyházi vezető részletesen elmesélte a védőszenthez kötődő egyházi szokásokat. Znači kod nas večernje, jutrenje liturgia. A večernje, a liturgia és a reggeli mise összefüggésben vannak egymással. Minden szertartásnak megvan a maga jelentősége. A večernje az ótestamentum, a reggeli mise az új testamentum szerint van. A liturgia a jövőt jelképezi. A večernje arról szól, hogy Isten hogy alkotta meg a földet és az emberiséget. Krisztus jöveteléről szól. A reggeli misén az evangéliumot olvassák, ami annyit jelent, hogy Krisztus eljött közénk. A liturgia a jövőt, az elkövetkezendő életünket szimbolizálja, a hitünk, amiben létezni fogunk, ami ránk vár. A gyertyagyújtás a mi imádságunk. Hálaadásunk Istennek, élőkért és holtakért. Minden szertartáshoz más öltözéket viselünk a hagyományok szerint. Mindennek megvan a maga jelentése a templomban is. Az oltár Isten királyságát jelenti, az ajtó a mennybéli életet. Az ikonokon az apostolokat láthatjuk, akik a mennyben vannak. A vecsernye idején az Ótestamentum szerint megnyílik a mennyek ajtaja, amin keresztül láthatóvá válik az Istenhez vezető lépcső, amin az angyalok közlekednek. A szertartásban a kalács egy áldozati jelkép, Mózes idejéből az Ótestamentumból maradt ránk. A prófita meghagyta, hogy mikor melyik áldozatot kell bemutatni. Ezeket jelképekként idézzük fel ma is. Jézus Krisztus önmagát áldozta fel értünk. A kalács áldozat az élőkért, a búza pedig a holtakért. Isten nem tesz különbséget élők és holtak között. Ő lélekként tekint ránk. A vecsernye után zene szól majd, vigasság lesz estig, amikor bállal zárul a nap a faluházban. Az ilyen találkozásoknak az a célja, hogy összehozza az embereket, barátságok alakuljanak, együtt éljék át Isten tiszteletét. Annak ellenére, hogy létszámban kevesen vagyunk, történelmi egyházként szerepelünk a magyar egyházak között. Működésünket a kormány biztosítja. Anyagi támogatást kapunk még a nemzetiség és a településen működő városi önkormányzattól is, akik sokat segítenek nekünk. Több család él a görög-keleti ortodox egyház tanítása szerint Magyarországon. A létszám nem látvány, de gyarapodik jelenleg is. Našim ovim kulturnim dobrima kad kažem, mislim na crkve i na parohije i na sve. Zaista je na visokom nivou. Otthon érzi magát Budakalászon, mert hamar befogadta a közösség. Ezt mondta stábunknak Zorán Zivic. To je sabor u Grabovcu, koji je bio sad za Petrovdan, to je bilo znači 14. jula. Vannak országos közös szertartások, úgy mint Péterpál ünnepén. Ilyenkor nem csak Magyarországon, de a határokon túlról is érkeznek a közösségbe, hogy együtt éljük át Isten szeretetét. Mi okupljamo na jedno mesto. Februártól itt vagyok, hát ezelőtt voltam Szentendrén, ott voltam diakonos és püspöki diakonos, de most ott vagyok csak három nap, még Pesten vagyok szerbiskolat, ott vagyok egy hittanár, de most állandó itt vagyok Budakalászon. Ha dobro, kao kucsi. Nagyon jól érzem magam a településen, úgy, mint otthon. Bállal folytatódott az este, mi most hallgassunk bele a zenébe, amire a templomkertben táncolhattak a közösség tagjai és vendégeik. Thank you.
Gazdagodott a Szentendrei Szerb Egyházi Múzeum műgyűjteménye. Az erről készített beszámolónkat most megnézhetik. Nemzetek kormányai, egyházai fogtak össze azért, hogy a szomszéd településen létrejöhessen az ország legnagyobb szerb egyházművészeti gyűjteménye. A budakalászi közösség városunkban is nagy hangsúlyt fektet hagyományainak ápolására, amik leginkább az egyházi ünnepekhez kötődnek. A Budakalászon található Szent Gábriel templom ikonográfiájában látható művek korukat, stílusukat tekintve megegyeznek a szentendrei gyűjteményben szereplő alkotásokkal. A szomszéd településen a nyár elejétől látogatható az egykori szerb felekezeti iskola épületében a szerb egyházművészeti gyűjtemény, amiben helyet kapott a könyvtár és a levéltár is, amiben Budakalászt érintő írások is megtalálhatóak. Ezt az új állandó kiállítást előkészítettek, két időszaki kiállítással készítettük elő. A fő partnerünk ebben az Újvidéki Matica Srpska Galéria volt. Az Újvidéki Matica Srpska Galéria Szerbia egyik vezető állami múzeumi intézménye, olyan, mint mondjuk nálunk a Magyar Nemzeti Galéria, és az ő restaurátor műhelyük nagyban segítette munkánkat. Két kiállítást is szerveztünk a galériával együttműködve. Ezek a kiállítások bemutatásra kerültek Újvidéken, Szentendrén, Brüsszelben és Moszkvában is az Andrei Rubljov Állami Múzeumban. Hogyha ikonokról beszélünk, akkor ugye Európában a legjelentősebb ikonmúzeum, úgymond, a Andrei Rubljov Múzeum Moszkvában. Tehát ez egy tényleg egy nagy léptékű dolog volt a múzeumunk történetében, és ezek a kiállítások előkészítették igazából ezt az új állandó kiállításunkat is. Az alapját a múzeumnak a Szentendrei Püspöki Kincstár képezte, tudnék ugye 1690-től Szentendre püspöki székhely, a Belgrád székesegyház egyben a püspökségnek a fő székesegyháza is volt. Nagyon sok műtárgy köthető a püspöki palota kincstárához, illetve a székesegyháznak az anyagához. Viszont a múzeum megalapítása után, 1964-től nagyon sok ikon került a múzeum gyűjteményébe a magyarországi szerb templomokból. Tehát itt nem csak szentendrei egyházművészeti vonatkozású alkotásokat látunk, hanem egész Magyarország területéről. De mégis nagyon hangsúlyosan szerepelnek azok a műtárgyak, amelyek eredetileg a szentendrei püspöki kincstárban voltak, illetve egész a múzeum megalapításáig 1964-ig.
Ki tudna esetleg emelni egy vagy néhány olyan műemléket, ami fontos szerepet játszott Szentendre történelmében is? Első helyen talán a harmadik Arszenij Csarnovics pátriárkának a portréját említeném. Itt nálunk Szentendrén található a pátriárkának a legkorábbi portréja. Harmadik Arszenij Csarnovics pátriárka a szerb történelemnek egy nagyon kimagasló személyisége volt. Tudnélik, ő volt a szerbek élén a 17. század végén, amikor történt egy kísérlet arra, ugye Magyarország felszabadulása után a török uralom alól történt egy kísérlet arra, hogy a Balkán is felszabaduljon. A pátriárka élére állt a különböző török ellenes felkeléseknek, tehát ő vezette, illetve próbálta koordinálni a Balkán félsziget felszabadítását, szoros kapcsolatban volt Lipót császárral, viszont amikor a törökök átcsoportosították ugye Anatóliából a csapataikat. 1690-ben, augusztus vége felé Belgrád újra török kézre került, és ez egy nagy menekült hullámot ugye váltott ki. Tehát mindazok, akik diszponálták magukat a török ellenes felkelésekben, menekülésre kényszerültek, így került a harmadik Arszenij Csarnovics pátriárka is Szentendrére. Az 1690-es nagy exodus nagyon jelentős dátum a szerb történelemben. Vannak történészek, akik a 1690-hez kötik a szerb történelemben a középkor végét és az újkor kezdetét. Ez az újkor itt kezdődik Szentendrén. Tehát Szentendre a szerb történelmi emlékhely igazából. Gyakran szoktam elmíteni, hogy végső soron Szentendre Szerbiában érettségi tétel két tantárgyban is, hogyha nem is direkt módon, de indirekt módon feltétlenül. Egyrészt a történelemben, ugye az 1690-es év miatt, másrészt az irodalom történetben is, ugyanis Szentendre szülötte volt Jakub Ignjatovics, a szerbek jókaija, tehát az első szerbrealista prózaíró, és hát hál' Istennek a regényeiben nagyon gyakran írja le a szentendrei történéseket, vagy azt, hogy ő hogy látta Szentendrét. 1690-ben Szentendrére hozták Lázár fejedelem földi maradványait. Lázár fejedelem volt az az uralkodó, az utolsó szerb független uralkodó. De most nem véletlenül hozták Lázár fejedelem földi maradványait Szentendrére. Ez a tény, már magában ez a tény reflektál arra, hogy mennyire fontos volt a szerb történelem, mennyire fontos a szerb történelem részére ez az 1690-es év. Kiemelnék talán még egy mozdanatot, amit nem nagyon ismert Szentendrén, hogy nem csak Lázár fejedelem földi maradványait hozták Szentendrére, hanem a Brankovics ház földi maradványait is, a Krusedoli, a szerémségi Krusedoli kolostorból 1690-ben Szentendrére hozták a Brankovics háznak a földi maradványait is, és ez ezek a földi maradványok a szentendrei főtéri, tehát itt a múzeum épület mellett lévő főtéri templomban, a Blagoveštenska templomban voltak, egészen a karlócai békekötésig, tehát 1699-ig. Na most ez miért fontos? Ezért a korai dokumentumokat, a templomot Krusedoli templomnak említik, majd utána ugye a földi maradványok visszakerültek a szerémségi Krusedoli templomba. Na most ez miért fontos? Azért, mert a Brankovics ház volt az a nemzeti dinasztia, aki kellett volna, hogy a Nemanja dinasztiát örökölje Szerbiában, abban az esetben, hogyha sikerült volna Szerbiát felszabadítani a szerb uralom alól. Brankovics György, a magyar földbirtokos is volt zárójelbe téve. Tehát a Brankovics háznak a földi maradványa is itt voltak Szentendrén egy ideig. Tehát nagyon egy rövid ideig, úgymond, a szerb társadalomnak a legfontosabb személyisége, nem csak a pátriárka, hanem a Iszai Gyákovics érsek. Ide jött Szentendrére a nagyon művelt racsai kolostoroknak a szerzeteisei, vagy itt formálódott
itt írta az első műveit Gavri Sztefánovics Venclovics 1690 után. Természetesen ezt a jelentőségét Szentendre tovább vetítette a 18. század folyamán is, tehát Szentendre fénykora legalábbis a szerb történetem szempontjából abszolút a 18. század. Történelmi események miatt kellett a szerbeknek elhagyniuk szülőföldjüket az 1600-as évek végén. Ezután alakult meg Szentendrén a püspökség, amihez Budakalász is tartozik. Az ikonok közül folyamatosan kerülnek elő új, a történelmet idéző darabok magánkézből, amik egy-egy család védőszentjét ábrázolják. Maga az épületet, tehát itt Szentendre földterén, a volt ugye Ferenci Múzeum épületét, ami eredetileg szerb felekezeti iskola volt, legalábbis az a rész, ami a Bogdány utca, illetve a főtér felé néz. Ugye ennek az épületnek van ez az újabb hozzáépített része is, és ennek a komplexumnak a felújítására a magyar kormánytól kaptunk támogatást, több mint bruttó 600 millió forintról van szó, illetve a másik forrás a szerb kulturális minisztérium 150 millió forinttal segítette ennek a múzeumnak a létrehozását, illetve ennek az állandó kiállításnak a létrehozását. Ezekben az összegekben nincs benne az a munka, illetve segítség, amit különböző projekteken keresztül kaptunk a különböző minisztériumoktól, magyar és szerb ugye, támogatás formájában. Említettem, hogy az Újvidéki Matica Srpska Galéria segítségével nagyon sok ikont restauráltunk, ezeket a restaurálásokat, projekteket segítette a korábbi években, tehát egy 10 évre visszamenőleg folyamatosan ugye a Magyar Emberi Erőforrások Minisztérium és a Szerb Kulturális Minisztérium is. Ikonok, kegytárgyak, textíliák, miseruhák is megtalálhatóak a legnagyobb magyarországi szerb egyházművészeti gyűjteményben, ahová érdemes betérni Budakalászról is. Folyamatosan látogatható már a múzeum, de a vezető elmondása szerint még sok munka áll előttük, hogy a kitűzött terveket megvalósíthassák. Ennyi fért már a műsorunkba, azonban, hogyha további kikapcsolódásra vágynak, akkor most egy programajánlóval is készültem önöknek. Közeleg Szent István ünnepe. Ebből az alkalomból augusztus 20-án Budakalászon is több programot tartanak. Délelőtt 11 órától már Ivancsics Ilona és Színi társai kápráztatják el a jelenlévőket. Köszönöm, hogy minket választottak. Legközelebb egy hét múlva várjuk önöket. Viszontlátásra!